A tűzoltókat számos helyen a legbátrabb embereknek tartják. Nem véletlenül, hiszen ők olyan helyekre mennek be, ahonnan az emberek már kifelé menekülnek. Ezt a mondást stábunknak Tressner József, bátaszéki tűzoltó mondta. Igaz, az utóbbi esetben nem egy égőházba kellett bemennie kimenekíteni az embereket és menteni azokat a tárgyakat, amik még menthetők, hanem egy 64 éves hölgyet élesztett újra július elején. Laktanyába tartózkodtam, mert szolgálatban voltam, híradó szolgálatot láttam el, és hallottam a segítségét, kiállt a hölgy, közben a fiát átküldte hozzánk a tűzoltóságra, hogy valakit tud átmenni segíteni. Akkor még nem tudtuk, hogy miről van szó, vagy én legalábbis nem tudtam, miről van szó. És akkor elébe mentem is mondja, hogy az idős, nem idős, mert 64 éves hölgy rosszul lett. Mondom, akkor adtam neki a teendőket, hogy akkor hívja fel azonnal a mentőket, hogy akkor a mentőket meg fölhívta. Mire én bementem, akkor ugye megnéztem a hölgyet, megvizsgáltam, hogy van-e neki pulzusa vagy légzése, hát nem volt semmi, se pulzus, sem légzés. Ugye azt ügylet, hogy megvizsgál három ujjat, ide rakod a nyaki ütérre, és ugye az óra alá meg oda rakod az ujjadat. Nem volt semmilyen életjel, akkor bevittük a, meg kint ült a teraszon, bevittük a szobámba, lefektettük a tulajdonosnak a édesanyja, vagy a, nem tudom, végül a hölgy segített nekem, hogy megfogta a fejét, és akkor mondta minden tizedik, ugye elkezdtük az újraélesztést, de a telefonon kaptuk a segítséget, ugye a diszpécsertől, hogy mit, hogyan, meg merre, de itt házilag is van egy kiképzés, minden negyed évben tartunk egy életmentést, de akkor babákon gyakorolunk, meg defibrillátorral is gyakoroljuk a mentést, és na mindegy, elkezdtük az újraélesztést, és akkor minden tizedik nyomás után, hogy akkor a hölgy folyt neki levegőt, és akkor ezt folytattuk a 31 páradik nyomás után éreztem, hogy visszajött a húzus, mert megkönnyebbült a mellkas, meg ugye volt végzés, és akkor addig folytattuk a szívmasszást, amíg a mentősök ki nem értek. Tressner József szerint a tűzoltóság sokkal több, mint egy egyszerű munkakör, amit be kell tölteni. Azt mondja, a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság mindig tett azért, hogy a munkatársak minden eshetőségre és élethelyzetre felkészüljenek. Én hivatásnak tartom, mert szeretem is csinálni, és tudom, amit csinálok, azt jó értelemben csinálom, mert hogy az ember bajvitett embertársaimon segítek, és nekem alapból a beállítottságom olyan, hogy én nem tudok nemet mondani, valaki segítséget kér. És ugye ennek ebből kifolyólag sok munka, sok tanulás, sok gyakorlás, és azért látszik, hogy van eredménye is a tanulásnak is, a gyakorlásnak, mert itt az élő példa, hogy sikerült egy hölgyet visszahozni az élő sorába. A tűzoltó azt mondja, hogy amikor kiérkeznek a helyszínre, csak arra fókuszálnak, hogy nekik mi a dolguk. Vannak olyan helyzetek, amikor visszaérve a laktanyába, ők is csak csendben merednek maguk elé a történtek láttán. Tressner József azt mondja, hogy nem tudnak otthon úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, de szerinte egy erős családi háttérrel könnyebben fel lehet dolgozni egy-egy nehezebb esetet vagy tragédiát. Akkor van egy kis adrenalin, ami felszalad benned, de azon kívül azzal foglalkozol, ami a teendőd abban a pillanatban. Utána megint egy másodlagos kérdés, mikor bejövünk a laktanyába, és akkor az ember átmegy rajta, hogy az mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek, érezzük azt, hogy most milyen tragédiák történtek, de általában kinn akár helyen, akkor a dolgokkal koncentrálunk, és azt végezzük minél fontosabban a lehet. A családon nagyon sok múlik. A családi háttér milyen. Nálunk, hála Istennek, na, volt nejem is, ugye közben én elváltam, de volt nejem is olyan volt, hogy segített, hogyha be kellett vonuljak, öltözködni, mert általában nekem még önkénteseként dolgoztunk, akkor otthon volt a bevetési ruhám, és akkor onnan a helyszínre mentem, mert én sokáig parancsnok voltam meg az Egyesület elnöke, és a hátteret biztosított, hogy nem kérnek számon örök, hogy miért mész el, meg miért ezt csinálod, akkor nyugodt vagy, mert tudod, otthon is rendben van minden dolog, már van, aki felügyel rá, meg akkor itt is tudod végezni a dolgodat tisztességgel, becsülettel, mert itt meg te figyelsz a dolgokra. A tűzoltó az egész életét erre a szakmára tette fel. Azt mondta, hogy nincs is annál jobb érzés, amikor a hozzátartozók megköszönik a tűzoltóknak munkájukat. Szeretem csinálni, szeretem a kollégáimat, szeretek segíteni, most ugye új főnökség van, szeretek segíteni nekik. Általában minden egy olyan munkálatból, bármi van egy tűzoltóságon belül, kikérik a véleményemet, ugye, mert azért már elég régi bútordarab vagyok, és meg az a mindenem. A szakmámat feláldoztam, azért azt is nagyon szerettem, inkább átjöttem ide tűzoltóságra. Mert mi szexuálon dolgoztam
a malomba, mint Molnár. Dressner József 1975 óta van szolgálatban, ez a 45. éve bátaszéki tűzoltóként. Addig szeretne szolgálatban lenni, amíg engedi neki a saját ereje. Szeret másokon segíteni és tapasztalatával a tűzoltóságot is előrébb vinni.